Üdvözlök mindenkit! Én Pár Tamás vagyok, és az előadásomnak a címe a következő lesz Swinburne és Plantinga a vitája, mégpedig arról szóló vitája, hogy szükségesek-e bizonyítékok Isten létezésére, elsősorban érveléseként fölfogott bizonyítékokra gondolok itt. Ennek a rövid előzetesnek, trailernek a következők lesznek a témái, Miről is fog beszélni közelebbről a nagy előadásban, miért ezt a témát választottam, kikről lesz szó, kik a főszereplők, és néhány szóban arról is beszélek, hogy miről nem lesz szó az előadásomban. Kérdés tehát, amelyet fel szeretnék vetni, hogy mi a szerepe az érveknek a vallással kapcsolatos gondolkodásban? Különböző álláspontok vannak ezzel kapcsolatban. Két szélsőség között. Az egyik uh, szélsőség talán az, vagy az egy, egyik szélső álláspont uh, szerint, hogy az érvek elengedhetetlenek, elengedhetetlenül szükségesek a vallásban. Egy másik köztesebb álláspont, hogy ugyan nem elengedhetetlenek, nem feltétlenül szükségesek, de hasznos segítséget jelentenek. Egy másik álláspont ami szintén egy köztes uh, megközelítés e szerint Feleslegesek ugyan, bár nem ártanak, és hát a másik véglet viszont már az lenne, hogy ezek kifejezetten káros és vétkes dolgok, hogy a vallással kapcsolatban érveljünk, érveket hozzunk fel a különböző vallások igazsága mellett. Fél év során a hallgatók az eddigi előadásokban viszonylag kevés istenérvel vagy érveléssel találkozhattak abban az értelemben, hogy Isten létezése melletti érvekről lett volna szó. Két kivételt képez például Szent Tamásnak az öt útjának a bemutatása, hogyha emlékeznek rá, illetve Immanuel Kant morális istenérve, az erkölcsből vett istenérve. Ezzel kapcsolatban azonban azt is láthatták, hogy különböző problémák, ellenérvek vethetők fel vele kapcsolatban. Felmerülhet a kérdés, hogyha körülbelül ennyi istenér hangzott el a fél év során, nem lenne ez túl kevés, tehát nem lenne -e szükség több Isten élvre. De akár az is felmerülhet, ugye a Szakó István tanár úr korábbi órájában hallhatják, hogy Kirkegor szerint, idézem, Isten létét bizonyítani akarni mindennél nevetségesebb. Tehát ő inkább a másik állásponton van, nem hogy szükségesek lennének ezek az érvek, hanem inkább egyenesen károsak. Amiről én előadásomban beszélni fogok, az a vallási ismeretelméletnek a tárgyterülete, disziplinája lesz. Ez a vallásos meggyőződések epistemológiájáról, más néven ismeretelméletéről szól. Olyan kérdéseket vet fel például, hogy igazolt lehet-e Isten létének elfogadása, racionális-e a vallás, a vallásos meggyőződés, illetve a tudással is foglalkozik, tudhatóak-e, a vallási kijelentések és más hasonló kérdések is ehhez a területhez tartoznak. Itt én az angol száz analitikus filozófia iskoláját fogom bemutatni, ennek néhány szereplőjét. Ez a megközelítés, az analitikus filozófia, ez mindenképpen érthetőségre és világosságra törekvő megközelítés. Valamint probléma központú, kifejezetten a problémákra fókuszál, filozófiai problémákra és azoknak a megoldására. Valamint azt is gyakran elszokás mondani vele kapcsolatban, hogy érvelés központú, az érvelésekre fókuszál, mindennel kapcsolatban érveket felhozni. Hogy mennyire lesz ez igaz a vallással kapcsolatban, azt a hosszabb előadásban fogjuk meglátni. Tehát erre a vallási ismerettel kapcsolatos kérdésre az angol száz kortárs filozófia, vallás filozófia válaszait fogom bemutatni. Azt gondolom, hogy talán kijelenthető, hogy a mai vallások filozófusok közül, a mai élő vallások filozófusok közül három nevet tarthatunk a legismertebbnek. Szokás azt mondani, hogy talán legismertebb, vagy egyik legismertebb, de szerintem különösebb kétség nem fér hozzá, hogy a következő három személy lenne a, a legszéles körben ismert filozófus a mai élő filozófusok közül. Ezek nem más, ezek a nevek, mint Richard Swinburne, Alvin Plantinga és William Lane Craig. Közülük elsősorban Richard Swinburne és Plantinga megközelítését fogom bemutatni. Miért is őket választottam? Hát részben azért, mert van két könyv, részben Richard Swinburne-nek az Isten volt Jézus című könyve, illetve Plantingától a Tudás és a Keresztény Meggyőződés című könyve, amely idén jelent meg. Ezeket én fordítottam, és emiatt úgy velem, hogy ehhez a két szerzőhöz értek legjobban a vallás filozófiából, ezért róluk kívánok beszélni elsősorban swinburne kapcsolatban, hogy röviden bemutassam, elmondhatjuk, hogy valaha anglikán felekezethez tartozott, ma viszont az ortodox keresztény felekezet tagja. Egy oxfordi filozófusról van szó, aki nem mellesleg a British academy is tagja. Az academicinfluence.com oldal szerint a ma élő harmadik legbefolyásosabb élő vallás filozófus, azt mondhatnánk, hogy Kelet-Európában különösen ismertő, különösen ismert a neve, számos alkalommal szerepel itt, gyakran jár Kelet-Európába, akár például Oroszországba is. Magyarországon két ízben fordult meg, tudtommal, tudományos minőségében. Legutóbb 2018-ban, hogyha jól emlékszem, hívtuk meg őt, és a CEU egyik konferenciáján szerepelt a lélekről szóló előadásával. Ide erről készült közös fényképünket raktam be, én moderáltam az előadása után, hogy némi személyes kötődést, kapcsolatot is behelyezzek az előadásba. Ezelőtt pedig, mint egy, tehát a ceu előadását megelőzően, mint egy tíz évvel korábban járt hazánkban, akkoriban egész komoly hírverés volt körülötte, még például a HVG újságba is bekerült, ahova ilyen cikkek azért ritkán szoktak bekerülni, mint például, aminek ez a címe, hogy Van Isten felkiáltójál. Annak idején ugyanis Swinburne azzal a kijelentésével, hogy Isten létezése a valószínűség számítás szabályai szerint 98%-os valószínűséggel feltételezhető. Egészen pontosan ő azt mondja, hogy 98% ez még inkább meglepő lehet az olvasóknak, és tulajdonképpen itt Jézus feltámadásáról van szó, nem is csupán Isten létezéséről. Ez tehát egy olyan hír volt, vagy egy olyan gondolata, amely annak idején széles körű nyilvánosságot biztosított számára. Másik főszereplője az előadásomnak, Alvin Plantinga lesz, ő pedig egy református filozófus, annyira azért nem református, hogy a predestináció tanát, a kávini predestináció tant például ő nem fogadja el. A Notre Dame Egyetem filozófusa, most már emeritus filozófusa, és nemrégiben megkapta a nagy presztízsű Templeton díjat is. Ezt mondhatnánk úgy is, hogy egy kicsit ilyen filozófiai Nobel jellegű díj, amelyet a Templeton alapítvány ad ki olyan munkásságok jutalmazására, amelyek a tudomány és a spiritualitás vallás kapcsolatát vizsgálják. Ismét csak hoztam itt az academicinfluence.com oldalt, ami a plantingával kapcsolatban különösen érdekes információkat mutathat számunkra. Azt mondja, hogy az el, ő az elmúlt uh, tíz, vagy uh, pontosabban, ha az, hogyha jól emlékszem, akkor 30 év tizedik legbefolyásosabb uh, filozófusa. Tehát, hogyha az összes filozófust veszük, akkor neki volt a legnagyobb hatása az elmúlt évtizedekben. De, hogyha csak is a filozófusokat veszük, akik a vallással foglalkoznak, közülük az első legbefolyásosabb első számú filozófus, vallásfilozófus ilyen értelemben. Ő a megalkotója annak a megközelítésnek, amelyet református ismeretelméletnek is nevez, máskor pedig Aquinoi Calvin modellnek hív. Ez egy olyan koncepció lesz, amelyet bemutatok az előadásomban, és amely viszont az érvek hátérbe szorulásáról, háttérbe szorításáról szól. azt hangsúlyozza, hogy a vallásos hittel, vallásos meggyőződések kapcsolatban kisebb jelentősége van az érvelésnek és az ilyen értelemben vett bizonyítékoknak. A harmadik legbefolyásosabb vallásfilozófus, vagy legismertebb vallásfilozófus, William, Craig, William Lane Craig volna. Miért nem fogok róla beszélni? Merülhet föl a kérdés. Már csak azért is merülhet föl a kérdés, mert például a YouTube-on ő a legismertebb, ő rengeteg videóban szerepel, és rengeteg videó is szól róla, tehát elég komolya, komoly ismertségre tett szert a filozófia szakmán kívül. Hát az egyik okom arra, hogy Craigről nem lesz bővebben szó, hogy mi is beszéltünk róla a Békefi Bálint kollégámmal, a filozófia Csato, filozó, filovízió csatornán Békefi Bálinttal. Ennek a videónak az a címe, hogy az értelmes hit ismeretelmélete, vagy tudhatjuk-e, hogy a kereszténység igaz, és ebben bővebben is elemezzük az ő megközelítését. Így ezt ajánlhatom figyelmében annak, akiket az ő megközelítése érdekelne, és a második indok pedig, hogy tulajdonképpen, ahogy itt a képeketkel is igyekeztem illusztrálni, nagyon közel áll mind swinburne mind pedig Plantingához. Az egyik képen swinburne látjuk együtt, a másik képen pedig Plantingával fotózkodik. Ugyanez elmondható tulajdonképpen az ő filozófiájáról is, tehát mind a két filozófushoz, a gondolkodása elég közel áll, így, így aztán, hogyha őket vizsgáljuk, akkor valamennyire azt is fogjuk látni, hogy kregnél milyen gondolatok merülhetnek fel, és egyáltalán hogyan hozhatók közelebb egymáshoz ezek a látszólag különböző megközelítések, mint amilyen Swinburne és plantingái. Az előadásomban egyébként már nem lesz szó életrajzról, elsősorban a, ezeket a megközelítéseket fogom tartalmilag vizsgálni és bemutatni, és a kritikáikat is ismertetni. Néhány szóban azonban arról is kell szólnom most, hogy mi az, amiről nem tervezek beszélni az előadásomban. Hát elsősorban ugye Swinburne és Planting a megközelítései, úgymond az ő vitájuk lesz a fókuszban. Ők mit mondtak a vallási ismeretelméletről, az érvek szerepéről, a a vallásos meggyőződéssel kapcsolatban. Nem annyira a másokkal folytatott vitán lesz a hangsúly, mint egy ö, vallásfilozófusok belső vitájaként fogom ezt megmutatni. És ennek következtében aztán nem is teista versus ateista hitvitáról lesz szó. Ennek ellenére azért fel fognak merülni ateista szempontok is, hiszen az ezzel kapcsolatos megközelítésük egyfajta válasz is az ateisták kívánalmaira, követelményeire is. Hát tulajdonképpen itt most sok tekintélyérvet mondtam el azzal kapcsolatban, hogy miért is annyira fontosak azok a filozófusok, akiket bemutatok majd az előadásomban. Azt remélem, hogy ez felkeltette a hallgatók érdeklődését is. Amennyiben ez sikerült, akkor várom önöket az előadás folyamán is és most pedig köszönöm szépen a figyelmüket.